Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ugyancsak a Szegedi Paraszt stúdióból jelentkezünk a Hungária Televízió jóvoltából, és Olá Zoltán tanárurat fogom kérdezni abban a témában, amiben a múltkor már elbeszélgettünk, és úgy tűnt nekem legalábbis személy szerint, hogy nekem magamnak is elég komoly megértés született. Jön ugye sok embernél az a félreértés ezek szerint, hogy úgy gondolják, hogy génmanipulációnak tesszük ki magunkat. Ez egy hibás gondolat. Hiszen a DNS-ről, meg úgy általában véve az örökítő anyagról az a kialakult gondolat bennünk, hogy ezek programoznak minket, és hogyha ebbe belenyúlunk, lásd, most például információt juttatunk be, akkor az belenyúlásnak számít, tehát innentől kezdve átprogramoztuk a saját szervezetünket. Jól értem? Hogy emiatt érti, igen, jó néhány ember ezt így, igen, hogy akkor most génmanipulálnak. Rengeteg különböző félreértésre, konspirációs teóriára adott alkalmat, de igazából a szakmán belül ezek könnyen elmagyarázhatók, hogy a klasszikus immunizációnak egy ilyen szuper fölgyorsított változatáról van szó. Felszínre hozta ez a jelenlegi vírus mizéria. Tehát igazából itt sok olyan fontos fejlemény felszínre került, amiről eddig nem beszéltünk, vagy nem értesültek azok, akiknek nem ez a szakmája. Tehát igazából ez nagyon jó alkalmat biztosít arra, hogy ezekről a eddig nem ismert molekuláris lehetőségekről sokkal pontosabban beszéljünk. Tehát amit említett az, hogy igazából ez valóban egy hírvívő RNS, a hírvívő RNS-nek a lényege az, ami nem az, hogy nukleinsav, tehát hogy ribonukleinsav és nem dezoxiribonukleinsav, hanem az, hogy mi van ráírva. Mert ez egy szöveg. Ez igazából valóban egy program, amit befűzünk a sejtjeink írógépébe, és ott helyben írjuk át ezt a hírvívőt, ezt a üzenetet. Magára a vírus tüskefehérjének pontosabban egy picike kis részletére. Tehát ebben nincs örökítőanyag, van program, tehát genetikai program, az a gyártási eljárása ennek az antigénnek. Ezt az antigént ugye korábban mondjuk az ilyen fermentációs üzemekben, vagy szövettenyésztés üzemekben csinálták. Ez most tulajdonképpen a magát, az emberi sejtet alkalmazza, mint egy bioreaktor, hogy legyártsuk ezt a immunrendszert tájékoztató fehérje részletet. A vírustüskének csak egy darabjáról van szó. Ez a hírvívő RNS, ez olyan gyorsan lebomlik, hogy ezért kell mínusz 80 fokon tárolni, szétosztani, kezelni, hogy ez tulajdonképpen csak addig marad jelen a beoltott izomba, amíg ott ezt az antigén felmutató szerepét el nem játsza. Ez olyan, mint a véres kar felmutatása. Tessék. Hogyha ilyet láttok, akkor hadba kell menni. Hát ez az immunrendszernek egy nagyon szelektív üzenet, az immunrendszer pedig tudja a dolgát. Akkor is, amikor már nem csak ez a kis hadüzenet van bemutatva, hanem maga az egész vírus. De a vírust ez segít, mert tulajdonképpen az immunrendszer tanítható algoritmusokból áll, és ezek meg tudják tanulni ennek az üzenetét. Tehát ez egy egyszerű tanítási folyamat, és hát ugye ennek a didaktikáját módosította Karikó Kati, de az üzenetközlés az immunrendszerünkkel, az egy 22. századi módszertant követ, és ennek ugye a
legyártásához 10 hónap elegendő volt, hogy megjelenjenek az első ampulázott, engedélyezett, beadásra kész ampulák, és ugye terjesztették. Ugye ez volt a zászlós hajó, és utána jön a Moderna, a Sputnik, mind ugyanezen a csapáson megy előre, csak kinek milyen a jelenlegi biológiai fegyverzete. Hát ez pillanatnyilag a legmodernebb, még a Modernánál is igazából fejlettebb technológiát alkalmaz, és jóval költséghatékonyabb is. Ugye a legtöbb pillanatnyilag ilyen rekombináns vakcina építés az DNS alapú. Ez az első hírvívő RNS alapú vakcina, és hát ezt kell nekünk figyelembe venni, hogy ezt egy magyar tudós amerikai pénzen hozta létre, vagy nem biztos, hogy amerikai, nemzetközi tőke az odaáramlik, ahova akar. Most annyi kérdésem van, hogy ha egymás mellé állítjuk a vakcinákat, ugye most így... Igen, jó. Akkor ezek szerint azt javasolná, ha már szeretnénk magunkat védetté tenni ilyen körülményekben, hogy akkor a magyart részesítsük el. Nem csak azért, mert nem, magyar... Nem, ezt egyáltalán nem szeretném mondani. Megkérdeztem, hogy mit kell ebből kiérteni, mert a hölgy nem így sokszor... Igen, tehát következőt kell kiérteni, hogy igazából kialakult egy vakcina verseny a gyártók között, ami nagyon jó, mert ugye nem csak egy multi van jelen, hanem nyilván aztán, hogy a multik milyen háttér alkut kötnek a kartelezés során, az ő dolguk, abban úgyse tud halandó ember beavatkozni, de a lényeg az, hogy ugyanazt a vírustüskefehérjét választották ki, és ezt különböző molekuláris eszközökkel hozták vakcina formába. Tehát mindegyik vakcina egyformán hatékony és hasznos, és ugyanazon az elven alapszik, ami a hírt illeti, csak ezt a hírt másképp, más lejátszóba fűzik be, és ugyanúgy onnantól kezdve az immunrendszer értesítve van, ilyen fehérjét lát ezzel a mintázattal, ami ugye csak vírusban fordul elő, összetéveszthetetlenül. Ugye ezzel gyakorlatilag az immunrendszer saját, nem saját felismerő rendszerét segítjük. Tehát pontosan ez az intelligens bemenete az immunrendszernek, hogy el tudja választani a barátot az ellenségtől. Tehát a sejtszintű identitásunkat, önazonosság tudatunkat, azt az immunrendszer ugye tőlünk megkérdezésünk nélkül abban a hiszemben teszi, hogy az ő, tehát az immunrendszer túléléséhez túl kell élnünk egyedeknek is. Tehát ugye egy kölcsönös egymásra utaltság van. Az immunrendszer csak akkor fog működni, és fordítva is igaz, hogyha immunrendszer nem lenne, akkor mi szétesnénk. Most józan paraszti észre próbálom összefoglalni, hogy nekem az képződött meg, mint kép erről az egészről, hogy régen a hírvivőnek be kellett lovagolni a várba, és akkor ott elővette, és a pergament, vagy bármit, és akkor felolvasta róla az üzenetet. És most itt vagyunk ugye 21. században, de mondja, hogy 22. századi technika valójában, tehát már nem kell a hírvívőnek belovagolnia így a várba, hanem betelegrafálja, vagy beposztolja tulajdonképpen a várba az üzenetet. Maradjunk annyiban, nincs új a nap alatt, ugye a technológiai fejlődés az határtalan, és hát az a mondjuk egy véges földgolyón azért nyilván megvan az a pénz, amit már nem akarunk elkölteni. Tehát a legjobb energia az, amit el sem fogyasztottak. Tehát itt is az ilyen terápiáknak a költsége és a gyártása és
alkalmazása már olyan csillagászati méretekre rúgott, hogy elkezdtünk tulajdonképpen időn, költséghatékosságon és piacra kerülésen gondolni és spórolni. Igen, tehát rengeteg megtakarítást eredményez az, hogy olyan molekuláris technológiákat is tudunk alkalmazni, amit biológiai hírszerzéssel, bioinformatikai tüzérségi előkészítéssel tudunk bevetni a harctéren. Tehát az lerövidítette, hogy 8-10 hónap alatt tudunk reagálni tetszőlegesen mutáló biológiai jelenségekre is, mint a koronavírusnak a mutációi. Ugye most, hogy megjelent az Angliában a még virulensebb változat, vagy mutáns, ugye erre a Karikó Katiék cége bejelentette, hogy erre 2 hét alatt ki tudja dolgozni az új vakcina változatot, amit ki is kell dolgozni, ugye ha mondok valamit, akkor 2 hét múlva annak ott kell lenni az asztalon. A tudós ilyen módon reagál az ilyen kihívásokra. Tehát minket csak a szakma érdekel, hogyha az a nyomorult koronavírus mutál, akkor nekünk a védelmi fegyvert kell előhúzni az arzenálunkból. És most itt tartunk, hogy egy új variánsra 2 hét alatt lehet. Ez engem is elgondolkoztatott, ugyanis többféle vírusgerinc, vagy nem is, tehát többféle génterápiás gerinc, ilyen lejátszás technikai eszköz van a kezünkben. Ugye, amit le akarunk játszani, az mindig a műsortól, meg az egyebektől, a megrendelőktől függ. És hát igazából ennek a hírvívő RNS típusú vakcinának a hihetetlenül nagy a költséghatékonysága, és nagyon rövid idő alatt válaszképes. Tehát ugye ezeket a klasszikus időkben évekig fejlesztették. Nagyon sok eszmefuttatást lehet erről hallani, hogy azért nem biztonságos mondjuk ezekkel a vakcinákkal beoltatni magunkat, mert hogy régen milyen sok ideig tartott. Igen, hát a fejlesztésük, és hogy maga a tesztelésük is. Süket duma. Jó. Mert ezt a tudós nem engedheti meg, hogy tévedjen ilyen egyszerű dolgokban. Hát ettől nem kell. Nem. Tessék? DDT-vel az kémiai anyag volt. Nekünk semmi közünk. Ugye a biológus biológiai gondokra biológiai megoldást szeretne találni, és fog is. Higgyék el, hogy ez nem lehetetlen. Ebből már sok új génterápiás szabadalom született, sok olyan a laborasztaltól a klinikumig vitt eljárás van, amit például Karikó Kati, vagy magam is 2-t az Amerikai Egyesült Államban elvittem, ugye a nullából, tehát a nem tudásból, a nem csak, hanem a klinikai kipróbálásig, tehát ahol valós betegeken, valós, addig ellátatlan betegeken tudtunk egy teljesen új géntechnológiával segíteni. Vagy ki tudtunk dolgozni mondjuk a morfin leváltó molekuláris idegsebészetet. Ezek nem azért nem terjednek el, mint hogyha nem 22. századi technológiák lennének, hanem nem áll érdekében például a morfinon 500 milliárd dollárt évente kereső nemzetközi gyógyszer lobbinak, hogy ezt bevezesse, hiszen így is keres 500 milliárdot évente, az Egyesült Államokban 280 milliárdot, és 20 milliárdra emelkedik minden évben a bevétel a morfinon,
minek hozna be egy önmagát lábon lövő, nem halucinogén és nem hozzászokással járó leváltó technológiát. Ugye ez ugyanígy megvan például az autóiparban is. Ugye itt most ott is fordulóponthoz érkeztünk, hogy a dízel mehet-e tovább, vagy jöjjön a teljesen más rendszert alkalmazó elektromos hajtás. Tehát ezt így kell nézni, hogy minden szinten szinte minden. Tehát a technológia az tud segíteni, tud ártani, nem mindegy, hogy kinek a kezébe kerülhet, kinek milyen az etikai hozzáállása a közösséghez, és hogyan próbál, ugye nem csak fegyvert, hanem új gyógyító eljárásokat kialakítani. Ön maradt bennem egy olyan kérdés, hogy elég a vírusnak a tüskéjét ezek szerint csak... Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, már értem, fél szavakból is megértjük egymást, mi? Mert hogy azt gondoltam volna, hogy az túl pici része. Nem ez a lényeg. Ugye az, hogy mi mekkora, nem az számít, hanem hogy benne van. Tehát nagyon jó kérdés az, hogy miért csak a vírustüske fehérjének egy kis részleteivel folyik itt a vakcinaépítés. Megmondom őszintén, hogy ennek van tudományos megértése, hogy igazából ez a legfontosabb kölcsönhatás a vírus és a vírus kapu között. Tehát pontosan ezt a vírus és a sejtünk felszínén elhelyezkedő, ugye AC2-nek hívják ezt, ACE2, egyébként angolul, ACE. Tehát gyakorlatilag ez így történik a vírus és a vírus kapunak a kölcsönhatása. Tehát ez olyan, mint a holdkomp. Tehát ez egy dokkolás. Tehát így összeformódnak, és akkor erre megnyílik a vírus is, meg a vírus kapu is, és a vírusnak az örökítő anyaga bemegy. Tehát, hogyha megakadályozom ezt a dokkolást, és elrontom a vírus kapu felismerő fehérjéjét, akkor gyakorlatilag ez az egész vírus fertőzés megállítható. Ugye a vírusnak az a küldetése, hogy a saját örökítő anyagát felszaporítsa. Tehát ezért volt logikus az, hogy a kutatók ezt a víruskaput fölismerő vírus részletet választották, hogy ezen keresztül tanítsák meg az immunrendszerünket, hogy ezt valahogy rontsa el. Ugye az immunrendszerünk az úgy működik, hogy ilyen kulcsingerekre tud nagyon precíz választ adni. És ez azért van, mert az immunrendszer sejtjeiben van egy beépített komoly genetikai algoritmus készlet. Ugye miről szólnak ezek az algoritmusok? Mit értünk genetikai algoritmus alatt? Ugye ez elsősorban olyan ellenanyagoknak a legyártásához adott utasítás, amelyet az immunrendszer több százezer változat közül választ ki, és a legalkalmasabbat kezdi el legyártani. Tehát először csinál 100 000 prototípust, azt megszűri, tehát erre minden képes az immunrendszer, hogy egy szűrőt kiválasztja a legrátermettebb ellenanyagokat, és ezt az ellenanyagot átadja a úgynevezett B-sejteknek, amik ezt az ellenanyagot legyártják úgy, hogy ők maguk is
föl tudnak szaporodni, tehát maguk a gyártók is megsokasodnak, és párhuzamosan ugye iszonyú mennyiségben elkezdik gyártani ezeket az ellenanyagokat, és hát ez történik az alatt a 10 nap alatt, amíg vesztegzár alá kell helyezni koronavírus fertőzötteket. 10 nap alatt igazából ezek a B-sejtek a genetikai programozás által gyártókká válnak. Erre a legszebb bizonyíték a Délpesti Kórházban végrehajtott 10-20 esetben a plazma átadás. Ugye olyanok plazmáját adták át lélegeztetőgépen szenvedő betegeknek, akik átestek ezen a 10 nap alatt. És ugye az ő plazmájukban már ez az ellenanyag biztosítja a védettséget. Hát ez az immunrendszernek, az immunológiának a legjobban megértett része, amit mi tudósok ugye a szakma szabályai szerint alkalmazunk. Tehát, hogyha ennél valaki többet tud, az biztos, hogy Nobel-díjat tud kapni, de ez is lehet, hogy elegendő lesz a sikerhez. Tehát pillanatnyilag ez a koronavírus járvány a legmodernebb hírvívő RNS technológiával legyőzhető. Ezt mondjuk mi, tudósok, mi ennyit tudtunk hozzátenni a világ tudásához. És megpróbálom összefoglalni ismételt, hogy mit értek meg, mit értettem én. Helyes. Pontos, mert az a fontos, ami át is megy. Igen, tehát bízom benne. Két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy abból a szempontból is új ez a vakcina akkor ezek szerint, hogy tehermentesíti a szervezetet, mert nem tehát azt akadályozza meg, hogy bejusson a vírus egyáltalán. Vagy megpróbálja megakadályozni. Pontosan. Tehát nem úgy zajlik le a történés, ahogy korábban, hogy bejutott a kórokozó, és akkor versenyt fut a szervezet azzal, hogy állítsam meg egy pillanat ezt a gondolatot. Akkor lehet, hogy nem jól értem. Nem. Hogy legyőzze, hanem semmi, igazából megakadályozni, Semmiben nem változott a korábbi stratégia, csak ugye akkor egy teljes, de legyengített, vagy örökítő anyagától megfosztott víruskapszulát mutattak be a immunrendszernek. Itt pedig már csak egy nagyon kis szeletét annak a koronavírusnak, a vírus tüskének, amelyik igazából fontos a bejutás. Tehát az örökítője anyag bejutásához, ha az örökítő anyag nem jut be, akkor a vírus szaporodás képtelen, a vírus eltűnik. Tehát én ezt értettem, hogy tehermentesíti a szervezetet. De ez nem, mert igazából... Mert hogy nem jut be? De igazából ugye két dologról beszélünk. Lehet. Az egyik az, hogy a vakcina az tulajdonképpen beindítja az ellenanyag termelést, akkor is, hogyha még a vírus nincs jelen. Persze. Na most itt erről van szó, hogy a védettséget az biztosítja, hogy a vírus szervezetbe jutása előtt is meg tudjuk akadályozni, hogy ha majd jön a vírus, akkor be tudjon lépni ezen az ismert víruskapun. Tehát az immunrendszert éppen ez az egyetlen Achilles sarka ennek az immunizálásnak, hogy az immunrendszer teljes működő képességét föltételezi. Ugye a Délpesti Kórházban történt plazma beültetés, vagy plazma átadás, az arról szól, hogy ott valóban az immunrendszer működését megkönnyítjük, illetve teljesen leváltjuk azáltal, hogy már a készterméket, az ellenanyagot, ami a koronavírust a vérelényünkből kitisztítja, tehát azt, és megakadályozza, hogy bejusson. Tehát igazából a legjobb védekezés az a
támadás, mondjuk ezt, hogy igazából azt kellene most csinálni, hogy hosszú távon mondjuk egy vírusvédelmi stratégiában gondolkodnánk, hogy begyűjteni néhány olyan donortól egy csepp vért, amelyben ennek a már készre gyártott, kipróbált, működő, hatékony, nem toxikus, nem ártalmas ellenanyagnak a génjét ebből ki tudjuk venni, uh-huh. és be tudjuk tenni egy ilyen lejátszó szerkezetbe. Uh-huh. És tulajdonképpen a krónikus betegeket, akiknek nem tudjuk, hogy milyen állapotában adjuk be, mert sokféleképpen lehetnek krónikus betegek, persze. és ezeknek az immunrendszere nem biztos, hogy képes ennek az üzenetnek a földolgozására, ami egy egészséges embernek, egészséges immunrendszerének igazából védőoltásként nagyszerűen megfelel, de hát egy sérült immunrendszerben, ami terhelt autoimmun válaszokkal, tehát ugye fals működéseket is végez, ami elvonja az energiáit a valós vírus támadástól. Ezeknek sokkal jobb lenne előre gyártott immunoglobulin G ellenanyagokat adni, ami pontosan tudjuk, hogy a vírust már egyszer kiölte a szervezetből, ugye a karantén 10 napja alatt ez legyártódott, és hát ebből rengeteg változat van, mert minden ember, aki átesik a vírus fertőzésen, hordoz egy új fegyverbe szólítható ellenanyagot. Tehát ilyen lenne a nemzeti vírusvédelmi stratégia, hogyha engem kérnének meg, hogy hogyan kéne ezt megszervezni. De Kalikókat is ugyanígy gondolkodna, meg Baranyi Lajos, meg Liszi Elvici Julianna, hogy csak azokat említsem meg, akik ezen a területen komoly molekuláris biológiai felfedezéseket tettek a közelmúltban. Most ebből számomra az szűrődött le, hogy van egy olyan vonulat, ami úgy most tűzoltás szerűen nagyon fontos, hogy védőoltás legyen, de ugyanakkor lenne egy olyan vonulat is, értelmes lenne, hogy ezeket fejleszteni és a krónikus betegeknek jó Igen. előre Igen. adagolván Igen. segíteni, hogy ne kerüljenek nagyon nehéz szükségbe. Pontosan, de hát ugye a koronavírus járvány az első jól rögzített a szakmában beírt adat az a 2003-as. Tehát 2003 óta attól függetlenül, hogy ezt a hétköznapi ember tudná, rengeteg kiváló megoldás jött létre. Ezek egyike a nyerő, ez a hírvívő RNS, mert ez tényleg 10 hónap alatt elő lehetett állítani, engedélyeztetve, ampulába zárva, Pfizernek eladva, szétterítve. Most ugye itt a legnagyobb gond az lesz, hogy nem győz annyit gyártani a Pfizer. Jó, akkor beugranak a mi is tudjuk a jelentkezők, ugye Moderna, a Sputnikosok, kínaiak, izraeliek. Tehát ezek olyan dolgok, hogy innentől kezdve már csak egy ilyen piacvezérelt nyerészkedési folyamatról van szó. Egészség ugye az bizalmi kérdés, tehát azt nem bízhatjuk multinacionális vállalatokra, mert ők bennünk a fogyasztót látják. Folyik egy olyan társadalmi gondolkodás is, meg félelemhalmaz is van ebben szerintem, hogy van, aki szeretné beadatni magának, és van, aki nem szeretné Igen. beadatni magának a vakcinát. Ugyanakkor, aki például ugye nem szeretné beadatni magának a vakcinát, az attól fél, hogy kötelező lesz és muszáj Jó. lesz.
Tehát egy kicsit talán erről is ismerjük ezeket érdemes volna beszélni. Igen, az önkéntesség a legfontosabb. Mindenki azt csinál a saját testével, demokratikus körülmények között, amit akar. Ugye kínai kommunista párt elrendelheti, hogy a pártak könyvben hordjunk oltási bizonyítványt. És hát igazából nálunk is kötelező védőoltások vannak, amiről van írásos dokumentációnk, és ezt mindenki jó, hogyha olyan helyen tartja, hogy abból nagyon jó ugye egészségképet lehessen kialakítani. Tehát pillanatnyilag a személyre szabott gyógyászatban az a legfontosabb, hogy mindenkiről egy nagyon pontos egészség lenyomatot őrizzünk számítógépekben. Nyilván mindenki elkezd, ezt meg lehet csinálni úgy a számítógépes adatkori világban, hogy ez anonimus, senki számára hozzá nem férhető, csak a felhasználóhoz, az új lenyomatához lehet kötni az igazolását, hogy jogosan hozzáfér, és így tovább. Tehát ezek a sirámok, ezek teljesen leszerelhetők, ezek lényegtelen ugye városi legendának tekinthetőek. Tehát onnantól kezdve, hogy ez a vakcina és más ilyen egészségvédő eszköz van a kezünkben, onnantól kezdve a felvilágosításé, amit most is csinálunk, hogy minél többet tudjon meg az egyszerű hétköznapi életet élő ember, hogy ne féljen semmi olyantól, amitől nem kell, amit meg fontos, az pedig azokat a szabályokat, higiéniai szabályokat, azokat tartsa be, de nem kell túl lihegni ezeket a rendelkezéseket, és különösen úgy nem kell túllihegni, hogy az a közösség testi-lelki egészségét is veszélyeztesse. És itt komolyan kiemelném a lelki veszélyeket, ugyanis ezek a rendelkezések, amik jelenleg is életben vannak, azok komoly lelki, de nem csak lelki, hanem gazdasági sérüléseket okoznak a nemzetgazdaságnak. Tehát ezt már most igazából helyre kellene állítani, legalábbis olyan intézkedéseket is kellene tenni a korlátozók mellett, amik már egy új nemzetgazdaság, új vírusvédelmi stratégiáknak a felállításához vezet, és ezeket a stratégiákat nem csak mondani kell, hanem végre is kell hajtani. És a végrehajtás az adja meg az egésznek az értelmét, hogy volt ez a koronavírus hiszti, ennek a kezelését vagy félrekezelését minden kormány tulajdonképpen nem jó, elég hibás kontextusban próbálta megtalálni, vagy a kormányzást ilyen módon folytatni, fönntartani. Tehát ez nem sikerült igazából. Ugye a legjobb talán még a svéd modell volt, ott is igazából a közember, az egészséges közember, az sokkal kevesebbet sérült lelkileg, és ott is a legtöbb halálos áldozatot a nem kezelt krónikus betegek okozták. Tehát igazából a halálozási statisztika az valójában ebben az évben sem lesz kiugró, már most, mármint, hogy ugye ezt már tudjuk, ez már egy lezárt év utáni időszak, és majd vissza fogunk tekinteni, és ott lesznek ennek tanulságai, hogy volt, aki lapítani akarta a járványtani görbét, volt, aki nyájimmunitást akart, és volt, aki mind a kettőt, és valahogy ilyen fából vaskarika jött ki belőle, hogy szeretlek is, meg nem is. Igen. Tehát igazából egy ilyen
Csikidám kormányzás volt a vírussal kapcsolatban. Elsősorban ilyen szerintem statisztikai felmérésekből próbálták visszamérni azt, hogy a lakosság hogyan reagál a különböző intézkedésekre, akkor, és ugye húzd meg, erezd meg, igen, elvét, elvét éreztek, ugye rángatták a gyöklőt, nem jó. Tehát ez a más hadba menetelünk kor sem vált be, hogy ide-oda rángatjuk a csapatot. Ezt gondolom azért betudható a váratlan szituációnak. Tehát, volt váratlan, hát 2000, nem tudom, éppen erről szóltam. Hogy minek tudható akkor be, hogy ennyire rángatták a kormányzatokat. 2003 óta minden évben volt koronavírus jelen, csak ezt nem vette észre a lakosság, mert nem volt ilyen tudósítási kényszer alatt a kormány. Ugye a kormány hírcsatornáit azért nehéz nézni, mert mindig bemondják, hogy hányan haltak meg, hányan fertőzöttek meg, hányan hánynak. Tehát igazából ezeket a dolgokat nem feltétlenül akarom tudni. Sokkal inkább azt szeretném tudni, hogy mi a magyar nemzetnek a vírusvédelmi stratégiája, és hogyan akarja azt végrehajtani. Jó, viszont ez felvetett egy utolsó utáni kérdést, Ops. Bár már zárni szerettem volna, de akkor még ezt felveteszem, hogy ha, mert ugye ezt is lehetett hallani az utóbbi időben, hogy nem ez az első találkozásunk a koronavírussal, tehát akkor miből fakad az, hogy a mostani szituáció, mint ahogy mondja, egy ilyen tájékoztatási kényszer is, egy néha az volt az ember érzése, hogy hisztériába átcsapó, igen, folyamatos. Igen. Tehát mi a hiszterizálásnak az, igen, oka valójában? Tehát miért, igen, nem lehet ezt csendesen, szépen azért levezetni a világban? Azért, mert ez egy láncreakció. Egy láncreakciót nagyon nehéz leállítani, ezt tudjuk, az atomerőművekben is kell olyan anyagot betenni a közegbe, ami elnyeli ezeket a láncreakciót előmozdító folyamatokat. Tehát igazából, ami a legjobban hiányzik a mai tájékoztatásban, az a visszacsatolás. Ugye a visszacsatolás az arról szól, hogy meghallgatjuk az ahhoz hozzáértőknek is a nem a véleményét, hanem a tudomány állása szerint adható legjobb szakértelmét. Uh-huh. Na hát ez nem történt meg egyetlen országban se a világon. Ugyan a politikai osztály úgy gondolta, hogy ezt majd ő maga elintézi. Lesznek ott ilyen biodíszletek, tudósok, azok mondják, amit akarnak, tök mindegy. Lesznek ilyen sztár orvosok, akik nyilatkoznak. Ezeket behívták a mindenféle tévécsatornákba, és ezek fújták a leckét. És gyakorlatilag az emberek egyre jobban eltájékozódtak. Tehát az igazi egy bolond százat csinál, az ilyen módon vált egy ilyen szinte leállíthatatlan láncreakcióvá. Én magam is kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet egy ilyen politikai láncreakciót kezelni. Ugye hogyan lehet a véget vetni. Ugyanis ez most már teljesen más irányban van vezérelve. Ugye a vezér az vezérelvvel már ugye a választási szavazatoknak a maximalizálásán gondolkodik, és az egész táb ezen dolgozik. Minden, legyen az bárhol, Amerikában, legyen az Európában, legyen a frissen kilépett Európai Egyesült Államokban, amit Egyesült Királyságnak hívunk. Igen. Tehát én azt mondom, hogy itt most ezt megint le lehet zárni ezt a fejezetet, és hogyha még mindig maradnak kérdések, akkor azt a következő persze. előadásban megbeszéljük. Kedves nézőink, nagyon köszönjük a figyelmüket. Mára ebbe az előadásba ennyi fért bele.
És nagyon köszönöm tanár úrnak is a válaszait a kérdéseimre, és folytatni fogjuk.